A kisebbségek európai parlamenti érdek érvényesítéséről egyeztettek a Brüsszelben a külhoni magyar politikai szervezetek. Erről beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen eredményre jutottak ezen az egyeztetésen. Kolozsváron kapcsoljuk az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor István Szabadkán, illetve Dunaszerdahelyen Berényi Józsefet, a Magyar Közösség pártjának elnökét. No és akkor nézzük, meg volt ugye a kerekasztal beszélgetés, a Fidesz, KDNP, EP küldöttsége kezdeményezte, a határon túli EP képviselők és külhoni magyar politikai szervezetek vettek részt ezen. A cél pedig az volt, hogy megtalálják a megoldást az érdekérvényesítés, hogy a kisebbségek az Európai Parlamentben hogyan tudják érvényre juttatni az elképzeléseiket, hogy sikerült-e egyességre jutni, erről kérdezem elsőként Kolozsváron Kelemen Hunort. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, sikerült-e egyességre jutni, milyen eredménye volt ennek a megbeszélésnek, és melyek voltak a főbb irányvonalak? A mi életünknek az irányát ma már nagyon sok helyen megszabhatják, és Brüsszel is azok közé, a helyszínek közé tartozik az Európai Unióban. Most már teljes jogú tagként 2007 óta ott vagyunk, és ezért a brüsszeli jelenlét és a brüsszeli döntéshozatali mechanizmusokban való részvétel hihetetlenül fontos. Én azt mondtam, hogy nekünk a magyar ügyből európai ügyet kell csinálnunk, és hogyha európai ügyét tudjuk tenni, az őshonos nemzeti közösségek ügyét európai ügyként meg tudjuk jeleníteni, akkor a magyar ügynek a képviselete is, és az érdekérvényesítés sokkal könnyebb. És ezért volt jó a Fidesz-KDNP frakciójának a kezdeményezése, hisz ott ülnek a mi képviselőink is az Európa Parlamentben, ugyanabban a néppárti frakcióban tulajdonképpen, és hát a magyar delegációnak is a részesei, hisz Sógor Szaba, Winkler Gyula folyamatosan jelen vannak az üléseken, és meg kell keresnünk a közös cselekvésnek a lehetőségeit. Konkrét eredmény akkor lesz, nyilván akkor tudunk konkrét eredményekről beszámolni, amikor például a kisebbségvédelem területén lesz egy nagy áttörés, ez nem lesz ma, nem lesz holnap, nem lesz holnap után, de minden nap meg kell dolgozni azért, hogy ez az áttörés megszülessen. A MÁÉRT és a KMKF után ez az európai szinterű együttműködés, az erdélyi magyar politika és a magyarországi magyar politikusok között, ebben az esetben a Fidesz és a KDNP között nagyon fontos, és én bízom benne és hiszek abban, hogy ennek a kifutási ideje nem lesz túlságosan hosszú, már mint ami az eredményeket illeti, és lehetőség lesz megjeleníteni a parlamentben, a bizottságban azt, amit mi a Minority Safe Pack csomaggal elindítottunk, és amely ebben a pillanatban a luxemburgi bíróságon várja a bírósági döntést, de ez csak egy első lépés volt egy hosszú menetelésből, mert a mi elképzelésünk, a mi meglátásunk az, hogy az Európai Uniónak az őshonos kisebbségekkel foglalkoznia kell. És én azt mondtam ezen a megbeszélésen is, hogy különbséget kell tenni. Nem szabad ugyanabban a mondatban beszélni az őshonos nemzeti kisebbségekről, nyelvi kisebbségekről és a bevándorlókról, a munkavállalókról. Mindegyiknek megvan a maga szerepe és a maga jogait kell, hogy védje, de nem szabad összemosni. Az lenne a legnagyobb hiba, hogyha ugyanúgy, ugyanabban a mondatban, ugyanabban a bekezdésben beszélnénk, és ugyanabban az időben az őshonos kisebbségekről és más kisebbségekről az unión belül. Ez egy jó kezdeményezés, én azt hiszem, ezt folytatni tudjuk, folytatni kívánjuk. Kelemen Hunornak köszönjük szépen, és akkor most Szabadkára kapcsolunk Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez. Jó estét kívánok! Ön hogy látja, sikerült-e egyességre jutni abban, hogy hogyan lehet sikeres Európában a kisebbségek érdekérvényesítése? Hát én azt gondolom, hogy nem találtunk rá a receptkönyvre, mert hogy receptkönyv nincsen. Körülmények vannak, adottságok vannak, lehetőségek vannak, elképzelések vannak, és ezeket kell megpróbálni valahogy sikerre vinni, a lehetőségeket felhasználni, kihasználni, az elképzeléseket bemutatni, partnerokat gyűjteni hozzá köré, és hát megpróbálni így Brüsszelben is érdeket érvényesíteni. Azt gondolom, hogy az útnak az elején vagyunk, sok tekintetben
hasonló helyzetben mi vajdaságiak a többi határon túli magyar közösséggel sok tekintetben, talán más helyzetben, mint köztudomású Szerbia nem tagja az Európai Uniónak. Most indulnak a szerbiai csatlakozási tárgyalások. Nekünk az az alapvető érdekünk, hogy ebbe a tárgyalásba, a különböző tárgyalási platformokba bevigyük azokat a fontos kollektív jogokra, egyéni jogokra vonatkozó elképzeléseket, problémákat, amiket a tárgyalás folyamatában valahogy meg kell próbálni kezelni. Ilyen vonatkozásban azt gondolom, hogy az előző számunkra fontos országok csatlakozási tárgyalása, illetve csatlakozása tanulságos. Az élet azt bizonyítja, hogy leghatékonyabban akkor lehet ezeket a kérdéseket kezelni, amikor az ország a tárgyalás fázisában van. Amikor bekerül egy-egy ország az Európai Unióba, akkor azt kell látni, hogy a kisebbségi kérdések vonatkozásában, nyitott kisebbségi kérdések vonatkozásában sokkal kisebb az érdekérvényesítési lehetőség, sokkal kisebb a mozgástér. Ilyen vonatkozásban hihetetlenül fontos az, hogy a vajdasági magyar közösségnek Deli Andor személyében van európai parlamenti képviselője a Fidesz listán sokkal azt megelőzően, hogy Szerbia tag, sokkal azt megelőzően, hogy esetleg a vajdasági magyar közösségnek önmaga jogán, saját választási lehetőségeit felhasználva ilyen lehetőség birtokába kerüljön. Ez a mi számunkra egy új politizálási kihívás, ez egy új terep, ez egy új lehetőség, de azt látom, hogy nem csak nagyon ígéretes, hanem az elmúlt valamivel több mint fél év jelentős eredményeket hozott. Itt szeretném csak említeni azt az erőfeszítést, azt a közös erőfeszítést, amelyik most a napokban sikerrel zárult, nevezetesen most készült el az Európai Parlament szerbiai ország jelentése. Ebben nagyon sok olyan momentumot sikerült beépíteni, amik az előző ország jelentésben nem szerepeltek, és amik egyfajta hivatkozási alapot, egyfajta teljesítési feladatkört jelentenek, és ez egészen biztos, hogy előbbre viszi az érdekérvényesítéseink lehetőségét. Elnök úr, köszönjük szépen, és akkor most Dunaszerdahelyre kapcsolunk. Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke is itt van velünk, és az ő véleményét, illetve észrevételeit is várjuk a brüsszeli egyeztetést illetően. Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretném aláhúzni mindezt, amit Kelemen Hunor elmondott, és mindezt, amit Pásztor István is elmondott, hogy csak osztani tudom ezt a véleményt. De én is azzal kezdeném, hogy éles különbség van a csatlakozási folyamatban lévő országok kisebbségpolitikáját illetően, és a csatlakozás után levő országok tekintetében. Szlovákia most már nem csak az Európa Unió tagja, hanem a Schengeni övezetnek is ezen túl a tagja, sőt az Euró övezetnek is a tagja. Így a leginkább integrálódott országról van szó, összehasonlítva mondjuk Romániával vagy Szerbiával. És ennek megfelelően talán ma az egyik legnehezebb az érdekérvényesítés éppen Szlovákiában, hiszen, ahogy az elhangzott, az Európai Unió bizony hátrateszi a kezét, és azt mondja, hogy ez az a tagországok belügye, hogy hogy alakul a kisebbségek sorsa, illetve oldja meg a két ország, az anyaország és az ország, ahol állampolgárságuk van. Nos, ezen változtatni kell, hiszen a Sejj János Egyetem az utolsó, amit Európa Uniós ajánlásra és elvárásra Szlovákiában létrehoztak, mint magyar intézményt, azóta semmi. Jelentősebb előrelépés nem történt, tudjuk, hogy az asszimiláció viszont nagy. Ezért fontos az, amit Kelemen Hunor mondott, és rátérnék arra a részre, amivel ő folytatta végül is az elkezdett folyamatokat, hogy a néppárt által elfogadott kisebbségek jogállásáról, vagy védelméről szóló európai norma elfogadása az égetően szükséges, és ennek a közös tanácskozásnak ez volt az egyik eredménye és végkicsengése, hogy a magyar delegációnak mindent meg kell tenni azért, hogy az Európa Unióban legyen kisebbségvédelmi norma, főleg ami az őshonos kisebbségeket, nemzeti közösségeket illeti. Valóban éles határt kell húzni a bevándorlók és a nemzeti közösségek között, akik itt élnek évszázadok óta, mert sok tagország ezért óckodik a témától. A néppárt úgy fogadta el a választási programját, épp a közös javaslatunknak is köszönhetően, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogvédelméről szóló dokumentum elfogadására ösztönöz,
és számunkra ez nagyon fontos. Ha ennek a tanácskozásnak volt igazán értelme, akkor az volt az értelme, hogy ezt aláhúztuk többször is, hogy az ilyen jellegű jogi normára égetően szükség van, hogy az Európa Unió ne hátradőlve figyelje az asszimilációját a magyaroknak történetesen Szlovákiában, hanem aktív módon szerepet vállaljon ennek a folyamatnak a megállításában és megfordításában. És most visszakapcsolunk egy kicsit Kolozsvárra, ahol Kelemen Hunor elnökurat kérdezem arról. Ugye nem is olyan régen Klaus Johannes úgy nyilatkozott, hogy Romániában nem létezik magyar kérdés, ezt természetesen önök egészen másképp látják. Hogy áll most az RMDSZ által beterjesztett kisebbségi törvénytervezet? Ugye történt-e bármi előrelépés? Előrelépésről nem beszélhetnénk, és én nem is tudom, hogy a következő hetek, hónapok azok áttörést hozhatnak-e. Én mindenféleképpen javasoltam egy többség-kisebbség megállapodásnak a megkötését, az összes román politikai párttal, demokratikus pártokról beszélünk, és kíváncsian várom az elnöknek, Klaus Johannisnak a véleményét, hisz először ővele egyeztettem erről a kérdésről. Ugyanis azt gondolom, hogy egy olyan időszakot élünk, amikor egy ilyen megállapodásnak a megkötése hasznos lehet. Van ennek egyébként hátulütője is lehet, én ezt elismerem, de a mi mindennapjaink, a mi életünk az diktálja most, hogy egy ilyen kitörési pontot keressünk. Ez természetesen azt is tartalmazná, hogy a jogbővítésnek, az intézményes keretek bővítésének a milyen módszereit és milyen eszközeit keresnénk. Egyébként a berlini nyilatkozattal kapcsolatosan én azt gondolom, hogy szerencsésen sikerült megkerülni azt a csapdahelyzetet, amelyet a kérdező felállított Johannisnak, hisz a szándék egyértelműen az volt, hogy éket verjen még inkább a magyar miniszterelnök és a román elnök közé, és azt a látszatot keltse, hogy a magyar ügy az egy olyan problémás ügy, és Putyint keverte bele ebbe a történetbe, ami minden egyes mostani megközelítésnél egyébként előkerül a román politikába. Tehát egy olyan csapdahelyzetet állított Johannisnak, amiből csak így tudott ő kimenni, azt hiszem, hogy kitűnően föltalálta magát. Bár egyébként ő róla tudjuk, hogy nem föltétlenül a kisebbség barát gesztusai miatt vált ismerté az elmúlt hetekben, hónapokban. És akkor szabadkán kérdezem Pásztor Istvánt, hogy miért gondolja, hogy Szerbia ma nem az egyetértés, hanem az ellentétek országa. És kérdezem ezt annak tükrében is, ugye, hogy a napokban egy asztalhoz ültek másik két párt képviselőivel, és igyekeztek tisztázni a vitás kérdéseket, melyek voltak ezek. Hát ezek elsősorban a vajdasági parlament, illetve a vajdasági többségi koalíció működésével kapcsolatos kérdések, de azt kell látni, hogy a politikai megosztottság Szerbiában nagyon-nagyon nagy, azt kell látni, hogy a politikai blokkok közötti szakadék az nagyon nagy, és ez a mindennapokat jelentős mértékben megnehezíti. Az ön által a kérdésben idézett gondolat az elsősorban erre vonatkozott. Azt gondolom, hogy meg kellene állapodni egy nemzeti minimumban, de hát ez nem elsősorban, vagy nem csak kizárólag magyar kérdés. Persze a mi érdekünk is az volna, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakításában egyrészről hát a magunk erejével összhangban jelen tudjunk lenni, másrésztről pedig, hogy ennek a minimumnak a része legyen az a kérdéskör, amelyek a mi szempontunkból nagyon-nagyon fontosak. Mi különben azt gondoljuk, hogy az érdekérvényesítés minden egyes mezején naponta kell megvívni a csatákat. Nem tudom elképzelni azt, hogy Brüsszelben, Budapesten vagy valahol máshol helyettünk megoldják a problémákat. Azt gondolom, hogy a problémák nagyon összetettek, és egy-egy kérdést egészen biztos csak úgy lehet kezelni, hogyha minden egyes szinten az ember a napi csatákat megvívja. Egészen biztos, hogy úgy tudjuk csak a közösségi érdekeket érvényre juttatni, ha itt Szerbiában partner kapcsolatot építünk, és a többségi politikában partnerokra lelünk. Az elmúlt évtizedek itteni tapasztalata, az elmúlt 6-7 év itteni tapasztalata, amikor a Nemzeti Tanácsról szóló törvényen dolgoztunk, amikor annak a megvalósításának kibontakoztatásán dolgoztunk és dolgozunk, egyértelműen az bizonyítja, hogy ennélkül a párbeszéd nélkül
nem lehet érvényesülni, és nem lehet erőle haladni. Ezért fontos az, hogy ne csak csatározások legyenek a politikai szinten, hanem olyan kérdések is, amelyek nyugvó pontra tudnak jutni. És akkor most Berényi Józsefhez kapcsolunk Dunaszerdahelyre. Ugye tavaly nyilvánosságra hozták a helyi lehetőségekhez igazított önrendelkezés elképzelésüket. Milyen eredménye lett ennek? Az elmúlt hónap, körülbelül 3 hónap alatt begyűjtöttük, megkaptuk azokat a véleményeket, amelyek jobbítják az anyagot, illetve megkaptuk azokat a véleményeket, amelyek arról szóltak, hogy szlovák oldalról mi az elképzelés ezzel kapcsolatban. Hát és sajnos hallottunk olyat is, hogy van olyan szlovákiai magyar politikus, aki riogat a területi önkormányzatiság kérdésével a szlovák televízióban, a szlovák társadalom felé. A szlovák oldalról kisebb riogatást hallottunk, mint néhány magyar politikus részéről, amit nagyon sajnálok, hogy így történt, mert újra ismétlem önmagamat, az asszimiláció jelentős, ennek a megállítására jelentős változásra van szükség a jelenlegi szlovákiai kisebbségpolitikában. Tehát begyűjtve és ismerve a véleményeket, most tavasszal elkezdjük ezen átdolgozott anyagnak a népszerűsítését, nyilván azzal a szándékkal, hogy a lehető ember, legtöbb embert meggyőzzük arról, hogy fontos, hogy komolyan vegyük megmaradásunk alappilléreit, hogy egyébként a túlélésre esély igazán nincsen, a gazdasági föllendülésre nincs, a munkahelyteremtésre sincs, mert láthatjuk, hogy az egyes kormányok azok elhanyagolják azon vidékeket, ahol a magyarok élnek, és ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, ahhoz az kell, hogy jobban saját kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, sorsunk irányítását, ehhez pedig az ország közigazgatási átalakítására, egyfajta területi önkormányzatiságra, illetve kulturális és oktatási önkormányzatiságra van szükség Dél-Szlovákia területén, és erre ez az anyag kiváló alkalmat nyújt, hogy bizonyítsuk, ezt lehet a szlovákokkal együtt is, lehet az itt élő többi kisebbséggel együtt is véghez vinni, hiszen az anyag erről is szól. Én örülök neki, hogy ennek az anyagnak a kidolgozásában már alapul tudtuk venni mindazt, ami mondjuk Erdélyben elkészült, vagy éppen a Vajdaságban elkészült. Nagyon jó dolognak tartom egyébként is, hogy a 3 szervezet, az RMDS, a VMS és az MKP között az utóbbi években nagyon szoros kapcsolat alakult ki. Ja, látogatjuk egymás rendezvényeit, segítjük egymást, és ez biztos, hogy nekünk is erőt ad itt a Felvidéken, látva az ő törekvéseiket, hogy tovább lépjünk ezen a padhelyzeten, mint ami most ma itt kialakult, hogy az asszimiláció zajlik, folyamatban van, és nekünk jelen pillanatban nincs válaszunk, illetve nekünk van válaszunk, ezt fogalmaztuk most meg. Berényi József elnök úrnak köszönöm szépen, csak úgy, mint Pásztor István, illetve Kelemen Hunor elnök uraknak.